Sziasztok! Az elmúlt hetek során a Freskazon webáruház kínálatába több taktikai ételcsomag is felkerült. Ezek közül most én egyet mutatok be nektek, a Miltek által forgalmazott Tactical Food Pack-et. A termék Észtországban készül, ez így első hallásra viszonylag szokatlan, vagy legalábbis fura, de ha belegondolunk az ő geopolitikai elhelyezkedésükbe, nem csoda, hogy ilyesmik kitalálásával töltik az időt. De nézzük, hogy miről is van szó. A termék megjelenése valóban erősen emlékeztet a valódi katonai élelmiszer csomagokra. Jó minőségű a csomagolás, és a felirata szerint, ugye most 2018 van, 2023-ig jó, tehát 5 évig eltartható ebben a csomagolásban a termék. Ez egyébként a leglényegesebb tulajdonsága ezeknek a pakkoknak, hogy nagyon hosszú a szavatossági idejük. Még nem kóstoltam, de megelőlegezem, hogy nem olyan, mint anyám főztje. De ugye itt nem is erről van szó, nem erre van szükség, hanem az, hogy könnyű legyen, magas energiatartalmú, és nagyon-nagyon hosszú ideig elálljon. Ami a konkrét számokat illeti, idézem nektek, ez ugye 100 gram. Ez ugye nem sok, ennek az az oka egyébként, hogy kétféle eljárással készítik ezeket az ételeket. Az egyik ugye a szaftos termék, a másik pedig a száraz fagyasztással készült termék. Ez a száraz fagyasztásos termék, és ennek a szállítási tömege lényegesen alacsonyabb, mint a szaftos terméknek. Tehát ennek van egy ilyen előnye. Ez tehát 100 gram. A 100 gram terméknek a kalória értéke 560 kalória. Ez, aki egy kicsit képbe van a táplálkozás tudománnyal kapcsolatban, az tudja, hogy ez egy nagyon magas kalória érték. Tehát egy táplálkozásra ez egy elég jó energia löketet ad. Ezen kívül van még benne viszonylag magas zsírtartalom, aztán, ami lényeges, hogy 21 g protein fehérje van benne. Ez például egy komolyabb energiaszeletben van ennyi fehérje, tehát ebből is megkapjuk a szükséges mennyiséget. Tartalmaz ezen kívül ugye sót, cukrot, tehát csupa olyan anyagot, amik a modern táplálkozás tudomány szerint nagy dózisban fogyasztva ugyan nem feltétlenül az egészségünket szolgálják, de nomád körülmények között, extrém helyzetekben ezekből többre van szükségünk, illetve ezek adnak olyan energiatöbletet, ami akár a túléléshez nélkülözhetetlen. Aztán majd utána rendbe jövünk, hogyha hazaértünk biztonságos területre. Nagyon fontos az ilyen ételeknél az elkészítés módja. Értelemszerűen ennek minél egyszerűbbnek kell lennie. Többféle verzió létezik, ahogy nézem, ők a legegyszerűbb módszert választották. Tehát mit kell tenni? Ugye felnyitjuk az acskót, ez eleve itt meg van kezdve egy kicsit, leszedjük a tetejét, szétnyitjuk, kivesszünk belőle egy oxigénabszorbert, azt félretesszük, mert ugye arra nincs szükség, csak a minőség megőrzése véget van a csomagban. Töltünk hozzá 3 deciliter vizet, ezt majd egyébként be is fogom mutatni. Az, hogy a víz meleg vagy hideg, az étele elkészítése szempontjából közömbös. Nyilván, hogyha meleg vizet tudsz szerezni, akkor feltehetőleg egy kicsit komfortosabb, finomabb lesz az étel érzetre. De hogyha teljesen nomád körülmények között, vagy tűzgyújtási tilalom van, vagy egyszerűen nem tudsz tüzet csiholni, nem tudsz vizet melegíteni, akkor hideg vízzel is tökéletesen működik. Értelemszerűen hideg víz esetén egy kicsit tovább kell hagyni az acskóban a vizet és ezt az anyagot összedolgozódni. Ugye meleg víz esetén 8 perc, hideg víz esetén ennek kétszereséig kell így az acskóba a vízzel együtt hagyni a terméket. Nyilván egy kicsit kanállal meg is kell kevergetni, hogy azért így összeálljon a dolog. Amikor ez megtörtént, akkor pedig fogyasztható a termék. Ami az ízét illeti, ők ugye itt azt írják, hogy ez nagyon ki lett próbálva, nagyon törekedtek arra, hogy a magas kalóriatartalom mellett még az ízre is odafigyeltek, hogy finom legyen, fogyasztható legyen. Ezt majd mindjárt én megmondom, hogy ez sikerült-e. De egyfajta poén gyanánt ráírták a csomagolásra, hogy a különleges egységeknél
van egy mondás, egy ilyen alapszabály, hogy don't fuck with the food. Ez nagyjából annyit jelent, hogy ne baszakodj az étellel. Ez az ő elvük, úgyhogy reméljük, valóban sikerült valami ehetőt létrehozni. Mindjárt kiderül. Akkor most megpróbáljuk megfőzni ezt az ételt. Nyilván a szemetet majd összeszedjük. Van egy visszazárható része a csomagnak, ez nyilván akkor lesz érdekes, mikor már beleöntöttük a vizet, összekevertük, és akkor egy kicsit összezárjuk. Melegnél fontosabb ez, hideg víznél sok jelentősége nincs, de hát mindegy, így alakították ki a zacskót. Tehát itt van ez a bizonyos abszorber, ami ugye a tartósítás miatt érdekes. És akkor, ha belenézünk, ez egy köris csirke rizssel száraz fagyasztva. Látjuk ugye a csirke darabokat, a rizs darabokat, fűszereket, paprikát, tehát egyáltalán az összetevőket. Így annyira nem vészes a kinézete, a szaftos kaják rosszabbul szoktak kinézni. Hoztam ugye magammal egy kis vizet. Szándékosan próbáljuk ki egyébként most a hidegvizes eljárást, mert ez a legeslegnomádabb dolog. A meleg vízzel csak a lányok dolgoznak. Na, beleöntöm a 3 decit. Hozzuk a kis tábori kanalunkat. Megkeverjük. Mindenhova jusson fűszerből, vízből. Minden részét átjárja a nedvesség. Na, aztán, ha ez megtörtént, akkor visszazárjuk. Ügyesen. Mondanám, hogy hat párolódjon, de itt ugye erről nincs szó. És egy kicsit félretesszük, és elkezdjük nagyjából mérni az időt. Ugye hozzávetőleg 16 perc kell, tehát mondjuk egy negyed óra. Visszatérünk. Lejárt a 15 perc, a negyed óra, megkóstoljuk. Bevallom, kicsit csaltam, kitettem a napra a zacskót. Ugye ez a fekete fólia megszívta magát, úgyhogy talán még egy kicsit langyos is lesz az étel. Megmutatom, hogy néz ki belülről így vízzel együtt. Nem vészes. Az illata egész kellemes, olyan valamiféle vajas, fűszeres illatot érzek. Megnézzük az ízt. Bevallom, ettől egy kicsit tartok. Még egy kicsit megkeverem, aztán lássuk. Nem azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem, de egyáltalán nincs rossz íze. Nem mócsingos, nem darabos, nem rágós. Érdekes, hogy noha csak hidegvízzel készítettük el, a hús közepét is sikerült felpuhítanunk. Kicsit dominál a curry értelemszerűen, ez ugye köris csirke, ez a minimum tőle. De egész kellemes. És mondom, van egy ilyen kis vajas mellékíze, amitől egészen olyan hatása lesz, mintha valami komolyabb étterembe kértünk volna valami ételt.
félreértés nem essék, nem azt akarom nektek mondani, hogy ezt minden nap meg tudnám enni, mert nyilván változatosan kell étkeznünk. De ez egy szükségétel. Emergency food, tactical food. Ne akarjuk az otthoni koszttal összehasonlítani. Nyilván melegen még finomabb lenne, de hidegen se problémás. Egész pontosan ez olyan félig kihűlt étel a hőmérsékletem, ugye a nap sugárzása egy kicsit átmelegített. Ennél a videónál a kamerát párom kezeli, ő is természetesen megkóstolta a terméket. Úgy foglalta össze, hogy meglepően finom. Ami a részleteket illeti, az pedig az, hogy kicsit tartott tőle, hogy a rizs, illetve a hús nem tud teljesen fölengedni, nem fogja átjárni a víz. Ezzel semmiféle probléma nem volt. Tehát ez egy tudomásul kell venni, ez egy bevált módszer. Egyszerűen finom volt az ételnál, nem tudom tovább ragozni a dolgot. Nagyon fontos, hogy nem volt neki mellékíze. Ugye jellemzően a konzervek vagy a szaftos taktikai ételek tartalmaznak tartósítószereket. Ez egyáltalán nem tartalmaz ilyet, tehát 100%-ban természetes anyagokból áll. A tartóságát, amit ugye említettem, hogy 5 év, azzal érik el, hogy száraz fagyasztással készül. Ez a titka az egésznek. Az étel fűszerezését nagyon jól eltalálták. Én egy kicsit attól tartottam, hogy mindent át fog hatni a curry. Tehát a csípőséggel nyomják el az étel ízét, a csípős irányba viszik el, de nem. Nagyon jól megtalálták a harmóniát. Tehát egyszerűen érezni az ízeket, érezni a curryt is, meg érezni a többi hozzávalónak az ízét is. Amire ügyeljetek az elkészítés során, ezt most mi ugye megtapasztaltuk, hogy inkább kevesebb vízzel készítsétek. Ugye hivatalosan 3 deci vizet kell beleönteni, ezt a természetben viszonylag nehéz eldöntenünk, hogy mennyi pontosan 3 deci víz, úgyhogy inkább kevesebbet töltsetek, és keverjétek össze, és nézzétek, hogy vajon kell-e még hozzá. Ez úgy már ott nagyjából látszani fog. Én egy kicsit túl vizeztem, ettől az alja már olyan leveses lett. Úgyhogy inkább kevesebb víz, és esetleg utána töltsetek még hozzá vizet. Ha megettétek az ételt, ugye a keletkezett szemetet bele tudjuk tenni, visszazárni, és így visszahelyezhető a táskánkba, el tudjuk vinni, bele tudjuk majd dobni egy szemetesbe, nem kell, hogy itt szanaszéjjel szórjuk a természetbe. A termék ára első blikre viszonylag magas. Biztosan lesznek olyanok köztetek, akik azt mondják, hogy hát én elmegyek az ABC-be, és ennyi pénzért rengeteg élelmet tudok vásárolni. Ebben teljesen igazad van. Egy dolgot nem tudsz megtenni, hogy az nem fog elállni neked 5 évig. Ez egy kompakt csomagolásba helyezett termék, amit beteszel a polcra, beteszel az autóba, beteszel a táskádba, és az 5 évig nem kell hozzányúlnod, semmi gondod nincs vele. És egy magas kalóriatartalmú, finom étel mindig ott lesz nálad ezért az összegért. Ha a boltba vásárolsz, és elmész egy egynapos túrára, és tényleg nem történik semmi baj, akkor jól jártál. De hogyha ott ragadsz valahol, akkor nagyon fontos, hogy legyen nálad egy normális tartalékétel. Ezek vészhelyzeti ételek, ezt kell megérteni ezzel a dologgal kapcsolatban, az ár-érték arányjal kapcsolatban. 5 évet kapsz ezzel a csomaggal. Egy bolti termék, hogyha mondjuk nem konzervről beszélünk, amik azért ugye nem túl finomak, nagyságrendileg 1 évig áll el, ha pont akkor vetted meg, amikor a gyártó elkészítette. Tehát, hogyha magad állítasz össze egy csomagot, állandóan figyelgetned kell, hogy melyik termék mikor jár le. Ez egy nagyon körülményes dolog. Sokkal egyszerűbb, kényelmesebb, vásárolsz néhány ilyet, és akkor tényleg 5 évig le van a gond. Ha vásárolsz egy konzervet, ami hozzávetőleg ennyi kalóriát biztosít, az biztos, hogy nem 10 deka lesz. És azért, aki hosszabb távon cipelt már hátizsákot, az nagyon tudja, hogy 10 deka ide vagy oda nagyon nem mindegy, hogyha már a 40. kilométernél jársz. Ez is egy szempont. A
konzerv nem csak nehéz, hanem ha megetted, a visszamaradó fémdoboz szállítása nagyon körülményes. Összegyűrhetett persze, de ilyen amorf alakja lesz. Ezt meg gyakorlatilag össze lehet hajtogatni, nem keni össze a táskádat, de hát ha nagyon akarod, még egy nejlonzacskóba berakod. A konzervdobozzal csak a gondod van. Nehéz, körülményes visszaszállítani. A köris csirkén kívül még 8-10 féle ízkombinációban rendelhető, tehát nem kell folyamatosan köris csirkét ennetek, illetve ne ezzel váltsátok ki a napi étkezést, ez tényleg csak egy szükségétel, amit nomád körülmények között is el tudtok készíteni, akár egy pohár víz segítségével. És ami lényeges, hogy finom is.